Elköszön az országos politikától, és a budapesti választási felkészülésért sem felel a jövőben Molnár Zsolt. A médiahatósághoz fordul az Együtt, a vidéki lapok felvásárlása miatt a sajtószabadságért aggódnak. Egyelőre ismeretlen tettes ellen nyomoznak a Fakocka ügyében, ami eltorlaszolta a metróajtókat. És nem távozik Bénert Gusztáv annak ellenére, hogy többen is ezt sürgetik, szerinte jó úton jár. Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 6 órakor, én Nemes Anna vagyok, köszöntöm Önöket. Visszalép az országos politikától, és már a budapesti választási felkészülésért sem felel Molnár Zsolt, az MSZP elnökségi tagja. Botka László korábban árulónak nevezte Molnár Zsoltot. Az MSZP miniszterelnök jelöltje kedden azt mondta, még korai arról beszélni, hogy Molnár Zsolt rákerülhet-e a párt 2018-as választási listájára. Kezdődünk. Egymás után érkeznek az MSZP politikusai. Molnár Gyula elnök kérette magához Botka Lászlót és Molnár Zsoltot, aki a keddi szegedi találkozó után már nem is volt ott az egyeztetésen. Nagyon komoly vállalást tett a Molnár Zsolt. Azt mondta, hogy szövetségi politikával, országos politikával ezek után nem kíván foglalkozni, kizárólag rendészeti, belügyi és nemzetbiztonsági, biztonságpolitikai szakpolitikával fog a jövőben foglalkozni. Harangozó Tamás jelentette be az egyenes beszédben, hogy Molnár Zsolt visszavonul az országos politikától, ezután csupán szakpolitikával foglalkozik. Jó reggelt kívánok, nem fog. Molnár Zsolt reggel a Startban még úgy tudta, Budapest még megmaradt neki. Ő irányítja majd a választási felkészülést, a szövetségesi politikát. Az országos elnökség egyhangú szavazással mandátumot adott nekem arra, hogy a budapesti kampány és a budapesti politikai kereteket rakjam össze. Tehát, hogyha most nem megyünk ebbe, akkor mindig meg fogom tudni védeni magamat, és a tényeket fogom mondani. Néhány órával később Botka László bejelentette, hogy ez nem így lesz. Nem Molnár Zsolt koordinálja majd a fővárosban a választási felkészülést. Tóth József polgármester úr minden választást megnyert, és a legsikeresebb polgármesterként kormányozza Budapestnek az egyik kerületét, és hát nagyszerű tapasztalatai vannak arról is, hogy kivel és milyen módon érdemes politikai szövetséget kötni. Az újságírók arról is kérdezték Botka Lászlót, hogy Molnár Zsolt ezután bekerülhet-e majd 2018-ban a parlamentbe, rajta lehet-e az MSZP listáján. Botka László kitérő választ adott. Nem, még nem tartok listállításnak. Az MSZP miniszterelnök jelöltje múlt héten a 168 órának adott interjújában gyakorlatilag leárulózta, és a Fidesz kollaboránsának nevezte párttársát. Botka Lászlót egyébként hiába kérdezték ennek részleteiről az újságírók, azt mondta, ő lezártnak tekinti ezt az ügyet. Nem volt belháború az MSZP-ben, csak rendrakás. Ezt Újhely István mondta az egyenes beszédben. Az MSZP alelnöke úgy fogalmazott, hogy egy belháborúhoz egyensúlyban lévő felek konfliktusa szükséges. A Molnár Zsolttal történt nézetkülönbség viszont két nap alatt rendeződött. Már pontot is tettek a végére. A politikus szerint Botka László ebben a helyzetben is megmutatta, hogy nem tűr kijátszást az általa képviselt politikában. Ha egyébként vannak olyanok még, akik a szocialista párton belül, vagy az ellenzéki oldalon inkább más forgatókönyvre játszanak, és nem Orbán Viktor legyőzésére, és a nemzeti együttműködés rendszerének leváltására, akkor jó, hogyha tudják, hogy a miniszterelnök jelölt ugyanúgy pontot fog tenni az ő játékuk végére, mint ahogy ezt most nagyon gyorsan lezárta ezt a kérdést. Bolha cirkusznak tartja a Fidesz kommunikációs igazgatója az MSZP-n belüli konfliktust. Hídvégi Balázs úgy fogalmazott, hogy nagyotmondási verseny és politikai kiszorítósdi zajlik a baloldalon. Az ellenzék ugyanis továbbra is saját magával van elfoglalva, nem pedig a magyarok problémáival és az ország sorsával. Molnár Zsolt egy másik ügyben is a sajtó érdeklődésének fókuszába került. Most derült ki, hogy fél évvel ezelőtt egy repülőgépen felejtette a laptopját. A Nemzetbiztonsági Bizottság vezetőjeként ennek komoly tétje lehet, bár Molnár azt állítja, hogy nem tárolt minősített adatokat a gépen. A Fidesz azonban vizsgálatot kezdeményez az ügyben. Ha azok a hírek igazak, ami a sajtóban megjelentek, akkor mindenképpen
sok kérdés merül föl. A sajtóban megjelent mai információk szerint még a tavaszi szünet előtt egy madridi repülőgépen felejtette Molnár Zsolt szolgálati laptopját, amin akár nemzetbiztonsági információk is lehettek. A számítógépet a spanyol nagykövet segítségével sikerült akkor visszaszerezni egyes állítások szerint. Az egész madridi repülőteret fölforgatták a laptopért. Én nem gondolom, hogy ha valakinek családi fotók vannak rajta, akkor ezért ilyen nagy erőket kell megmozgatni. Amennyiben ezen a laptopon minősített adatok voltak, azok már önmagában is bűncselekménynek minősülnek, ugyanis minősített adatokat Magyarország területéről nem lehet kivinni. Az ügy kapcsán Németh Szilárd összehívta a hétre a Nemzetbiztonsági Bizottságot, ahol Molnár Zsoltnak lehetősége lesz tisztázni magát a vádak alól. Botka László hisz Molnár Zsoltnak, és szerinte az, hogy valaki a személyes dolgairól elfeledkezik, nem bűn. Én nem ismerek olyan politikai, közjogi vagy szakmai összeférhetetlenségi szabályt, hogy egy Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke vagy egy politikus nem lehet veredékeny. Hallottam Molnár Zsolt ezzel kapcsolatos nyilatkozatát, ő azt mondta, hogy a jogszabályoknak megfelelően semmiféle minősített adatot vagy anyagot nem tartalmazott ez a laptop, tehát semmiféle állaptitok sérelem nem merülhet fel, egészen biztos, hogy ez így volt. Molnár Zsolt szerint a vádak nevetségesek, és ebből is látszik, hogy a Fidesz elkezdte a kampányt a jövő évi választásokra. Ha ilyet tartanék rajta, akkor bűncselekményt követnék el, mint ahogy bűncselekményt követne az is, aki ilyet küld az én laptopomra. Minősített információ kizárólag a páncérszekrényemben, a hivatali helységben lehet, sehol máshol. Tehát az én laptopom annyira érdekes, mint bármely más utasnak a laptopja, semmilyen jogilag védett vagy nemzetbiztonságilag rendészetileg érdekes információ nem lehet, és nincs is rajta. A képviselő szerint ez az állítás legalább annyira igaz, mint az az állítás, hogy Soros György hívta össze a Nemzetbiztonsági Bizottságot. A médiahatósághoz fordul az Együtt a vidéki lapok felvásárlása miatt, ezt Szigetvári Viktor jelentette be. A párt választmányi elnöke szerint a Fidesz folytatja harcát a még megmaradt szabad sajtó ellen, és ennek egy újabb lépése, hogy Fidesz közeli érdekcsoportok rövid határidőn belül két lapcsoportot is felvásároltak. Szigetvári szerint ez volt az utolsó lépés a vidéki sajtószabadság felszámolásában. Rengeteg olyan újságíróról tudunk, aki ma vagy elkezdett kolbászt árulni, mert nem tud máshogy megélni, vagy pedig egészen egyszerűen valamilyen túlélési stratégiával próbál küzdeni helyi szabad sajtó, helyi szabad médiumok fenntartásáért. Az együttőket szolidaritásáról biztosítja, nagy veszteség ez Magyarországnak, és az augusztus 20-ai tüntetésen, ha máskor nem, kiállunk a magyar sajtószabadságért. Rendőrségi nyomozás indult a Fakocka ügyében, tudta meg az ATV.hu. A metróajtó záródását és ezzel a szerelvény indulását akadályozó fadarab miatt a BKV tett feljelentést ismeretlen tettes ellen. Tarlós István szerint a kifejezetten erre a célra készített fakockát szándékosan tették az ajtó útjába. Az ATV.hu megkérdezte a BKV-t, miből gondolják, hogy szabotás történt. A vállalat válaszában az áll, hogy ameddig ez nem zárható ki, addig minden variációra gondol. Kell. 52 millió forinttal volt drágább a vizes VB nyitó ünnepsége, amiatt, hogy csak az utolsó pillanatban kérték fel Szíló Grint, tudta meg az M4.hu. Eredetileg Emily Sandé jött volna, de ő betegség miatt lemondta a fellépést. Nem ez volt az egyetlen költség, ami változott. A MÜPA 1,8 milliárd forintos árajánlattal nyert el a nyitó és a záró rendezvény lebonyolítását, de a váratlan feladatok miatt nettó 2,2 milliárd forintra nőttek a költségek. Jó úton jár és nem mond le, jelentette be a Magyar Úszószövetség elnöke. Bínert Gusztáv azt mondta, hogy csak azok támadják, akiket sérelem ért. Lerasztó Dávid ma a tilosban járt. A tájékoztatóra társaival együtt késve érkezett. A rendőrök ugyanis nem autogramért állították meg. A szövetségi kapitány ezúttal elnéző volt. Megismételte. A csapat helytállt, ezt a 8 érem is bizonyítja. Azt láttam, hogy mindenki a lehetősége maximumát nyújtja, abba a pillanatban erre volt képes, sokan pedig még annál is jobbat úsztak, mint amire képesek. Ebben a versenyzők szerint a szurkolóknak is volt részük. Mindig ráz a hideg, amikor rájuk gondolok, mert remeged lényegében a föld, amikor kimentünk a szurkolók elé és az úszodatérbe, szóval hihetetlen volt. A szurkolókat talán váratlanul érte, de a szövetségi kapitány nem lepte meg, hogy a 17 éves ifjúsági Európa-bajnok ezúttal 100 pillangón a felnőttek között ezüstérmes lett. Most, hogy élete első felnőtt váltójában is úszhatott, elhatározta, megtanulja a repülőrajtot is. Még én sem tudom egyszerűen értékelni azt az úszást, azt a 100 pillangót,
Sokan mondják, hogy háromszor is, kihangsúlyozzák, hogy háromszor is ifjúsági világcsúcsot úsztam. Úgy gondolom, ez kellett, hogy tovább tudjak jutni a középdöntőbe és a döntőbe. Rio után nem volt könnyű dolgom. Erről már Verrasztó Dávid mesélt. Nagyon örülök, hogy sikerült bizonyítanom, hogy még mindig van itt helyem. Kozma Dominik még legalább két olimpián szeretne ott lenni. Ezúttal ismeretlen oldaláról is bemutatkozott, barátja és szobatársa mellett. Örülök, hogy segíteni tudtam a Dávidnak, mert hát a Dávidhoz szerintem három név pszichológus is kevés lenne egy szobában. Gyurta Gergely a nyílt vízi 25 kilométeres úszásban a hatodik lett, de azt mondta, hogy ismételten nem vállalná ezt a távot, mert a 400 méteres vegyes úszás ennyi nézelőtt nagyobb élmény lehetett volna. A sajtótájékoztatón a szövetség elnökétől többen is azt kérdezték, hogy az őt ért támadások miatt távozik-e a szervezet éléről. Számára megdöbbentő mondta, hogy Pityaner sérelmek miatt egyesek bosszút forralnak. Nyilvánvaló, hogy bizonyos emberek lábára léphettem. Nagyon sok támadás indult el. De ez is mutatja azt, hogy jó úton járok. Az elnök távozását egyébként olimpiai és világbajnok úszók és edzők is követelik. Szerintük Bienert Gusztáv napjai a szövetség élén meg vannak számlálva. Az elnök azonban kijelentette, nem tud arról, hogy a politika is a távozását szeretné, nem mond le. Az elnökség továbbra is támogatja. Az igaz, hogy azt a négy elnökségi tagot ostromolják, hogy mondjon le, de nincs arról szó, hogy lemondanak. Lehet bárki az úszó szövetség elnöke, álljon ki, mondja meg, hogy miért lesz jobb, mit fog csinálni. Intézze el, hogy a közgyűlésen kerüljön napirendre ez. Választassa meg magát, és akkor rendben van. Nem fogunk lemondogatni. A közgyűlés időpontjáról még nem született döntés. 10 napot töltött hivatalában Donald Trump új kommunikációs igazgatója, akit sajtóforrások szerint az elnök kabinetfőnöke rugatott ki. Közben a Washington Post azt állítja, hogy Trump személyesen diktálta le fiának, hogy mit mondjon a sajtónak a titkos orosz találkozóról. Az utolsó teherautók is elhagyják a moszkvai amerikai nagykövetség üdülőit az Ezüst Fenyves nevű zöldövezetben. Vladimir Putyin 2 nappal ezelőtt jelentette be, az Egyesült Államoknak szeptemberig több mint 700 fővel kell csökkenteni az oroszországi képviseletein dolgozók számát. A korlátozás része volt több fővárosi üdülő és egy raktárépület kiürítése is. Washington és Moszkva kapcsolata azután süllyedt mélypontra, hogy az Egyesült Államok újabb szankciókat fogadott el az oroszokkal szemben. Nem sokkal később jött Putyin elnök válasza. A Grúziába látogató amerikai alelnök arról beszélt, az orosz-amerikai kapcsolatoknak mindenképpen javulniuk kell. A jobb kapcsolat érdekében először Oroszországnak kell visszavonnia azokat az intézkedéseket, amelyek miatt szankciókat vetettünk ki rá. Reméljük, hogy a jövőben jobb lesz a kapcsolat Moszkvával, mondta az alelnök. Közben a Washington Post továbbra is ifjabb Donald Trump titkos orosz találkozójával foglalkozik. A lap nem kevesebbet állít, mint hogy az elnök maga diktálta le fiának, hogy mit mondjon a sajtónak az eltitkolni szándékozott megbeszélésről. A nyilatkozatról később kiderült, hogy félrevezető volt, mert azt állította, a találkozónak nem volt köze apja kampányához. A Washington Post cikke azonban csak olaj a tűzre, mert a Fehérházban egyébként is zűrzavar uralkodik. Az elnök mindössze 10 munkanap után menesztette kommunikációs igazgatóját. Anthony Scaramucci néhány napja minősíthetetlen hangnemben beszélt kollégáiról a sajtó előtt. Scaramucci bizonyos megnyilvánulásai az elnök szerint nem voltak összeegyeztethetőek a kommunikációs igazgatói poszttal. Donald Trump John Kelly tábornokot sem akarta újabb terhek alá helyezni. A kabinetfőnöknek teljes körű joga van a Fehérház működtetésében. Minden alkalmazott neki tartozik beszámolóval, mondta a fehérházi szóvivő. Amerikai sajtóforrások szerint az új kommunikációs igazgató Kellyanne Conway jelenlegi vezető tanácsadó lehet. 3 ember meghalt és 4 megsebesült, miután lövöldözés tört ki egy moszkvai bíróságon. A tárgyalásra kísért rabok egy közép-ázsiai eredetű bűnszervezet 5 tagja támadt rá a fegyőrökre. A lövöldözésben 3 fogoly meghalt, a másik 2 súlyosan megsebesült. Az életben maradt támadókra most új eljárás is vár. Hivatalos személy életének veszélyeztetése, fegyverlopás és szökési kísérlet miatt is felelniük kell.
Megérkeztek az első tankönyvek az iskolákba. Több mint 12 millió darabot gyártottak le eddig. Az első 9 évfolyamon már nem kell fizetni a tankönyvekért, felsőbb évfolyamokon pedig szeptember közepéig kell fizetni. A történelem 5. különösen fontos. Az új tankönyveket lapozgatja a helyettes államtitkár, mint minden évben most is augusztus elejétől szállítják az új tankönyveket az iskolákba. Azt ígérik, hogy a hónap végén már minden iskolában ott lesznek a könyvek. Maruzsa Zoltán szerint, hogyha kevés lesz, akkor még lehet rendelni. Változhatnak azért létszámok, van még mozgás, előfordulhat átiratkozás, tehát van tankönyvek esetén is pótrendelési időszak. Idén már az első 9 évfolyam tanulói ingyen jutnak a tankönyvekhez, fizetni csak 10. osztály fölött kell. 10-től 12. évfolyamig ugye a rászoruló gyerekek azok, akik vagy ingyen, vagy kedvezményesen kapják a könyveket, a többiek ugye kifizetik, és a szülőknek szeptember 15-éig kell a tankönyvet kifizetni. Idén is már csak korlátozottan rendelhettek az iskolák nem állami tankönyvkiadók kínálatából. Az eduline.hu szakújságírója szerint a jelenleg használt tankönyvek nem a legjobb minőségűek, korábban súlyos tartalmi hibákat is találtak. Bizonyos iskolákban volt osztályonként konszenzus arról, hogy kvázi süttyomban rendeljék meg a nem állami kiadó által gondozott tankönyveket. Nyilván ez csak akkor lehetséges, hogyha minden szülő ehhez hozzá tudja adni az anyagi részt. Toltartó füzet és iskolatáska, ezek a legfontosabb kellékek az iskola kezdéshez. A tulajdonos szerint az igazi roham augusztus 20-a után indul majd be. A szülők többsége is csak a nyár végén vásárol. Augusztus végén, az iskola előtt, most iskolát fogunk váltani, és akkor amiatt. Én két anyagi iskolába megyek, és ott elég kevés tantárgyam lesz eleinte, és mi majd csak szeptemberben vásárolunk be inkább, amikor tudjuk, hogy mit kell már. Melinda viszont előrelátó, gyereke pár év múlva lesz iskolás, szerinte időben kell felkészülni. Én szeretek egy kicsit előrelátóbb lenni, úgyhogy mindenképpen előre fogok vásárolni. Egy kicsit átgondoltan. Tavaly az iskola kezdés a GFK felmérése szerint átlagosan 84 ezer forintba került a családoknak. Elérhető közelségbe került a hepatitisz felszámolása. Magyarország is csatlakozott ahhoz a WHO-s kezdeményezéshez, amelynek az a célja, hogy 2030-ra minden érintetthez eljusson az az új kezelés, amellyel a rákot okozó vírus gyógyítható. Magyarországon a fertőzöttek 2/3 nem is tudja, hogy beteg. Kis fáradékonyság, kis hasi puffadás. Ki gondolna feltétlenül arra, hogy ez egy krónikus hepatitisz? A szűrés fontosságára hívták fel a figyelmet a hepatitisz világnapján. Ma ugyanis 100-150 ezer fertőzött él Magyarországon, de 2/3 nem is tud róla. Van azonban néhány rizikótényező, amik alapján már gyanakodni lehet. Ha valaki akár egyszer életében kábítószerhez nyúlt, elsősorban villás vagy orronát felszívott kábítószerhez, nagyon-nagyon fertőző ilyen módon a hepatitisz. Akár egyetlen tévedés 20-30 évvel ezelőtt. Kim voltam Hollandiában, hurrá! Ugyanígy, aki nem ellenőrzött helyen készített tetoválást, piercinget, szintén érdemes szűrésre mennie. Veszélyeztetettek még az egészségügyben dolgozók, vagy akiknek korábban már előfordult a családjában vírusos májbetegség. A hepatitis vírusokban az a közös, hogy mindegyik a májat támadja meg. A hepatitis A és E ritkán okoznak májgyulladást, és több esetben spontán meggyógyulnak. A legnagyobb problémát a B és C okozza. Mindkét fertőzés tumort okozhat. A B ellen van védőoltás, a C ellen pedig a legkorszerűbb kezeléssel a betegek 95-100%-a meggyógyul. Kezünkben van a fegyver, és egy csomó ember nem tud a betegségéről, meg lehetne gyógyítani. Hiszen a betegségnek nincs tünete. Amikor tünetet okoz, akkor már késő. Tehát a legnagyobb veszély a krónikus májbetegségeknek, hogy nincsenek tipikus tünetei a betegnek, és ezáltal sok esetben már csak akkor kerül felismerésre, ha súlyos kötőszövet átépülés, esetleg májrák van. Nóra sem érzékel tüneteket, ő még 1979-ben kapott vérátömlesztést. Ekkor még nem sejtettem, hogy ez a vér hepatitis C-vel fertőzött. A hepatitis C-t ugyanis csak 1993 óta szűrik. Nóránál egy véradás alkalmával fedezték fel a vírust. Azóta átesett interferonos kezelésen, rengeteg mellékhatással. 2014-ben kérvényezte az új technológiás kezelést. De erre várni kell. Nemrég kerültem csak föl márciusban a váró listára, és úgy számít, hogy jövő tavasszal
nyáron már sorra kerülök. Ez egy nagyon drága gyógyszer, amit egyikünk se tud megvenni. Körülbelül 15 millió forintba kerül egy ilyen 3 hónapos kezelés. Ennek segítségével viszont a páciens szinte biztosan meggyógyul. A szűrés megkönnyítése érdekében kifejlesztettek egy ingyenes mobilos applikációt, a HepaCare-t. Itt 15 szűrőkérdés után rögtön kapunk egy kiértékelést, hogy mennyire vagyunk veszélyeztetettek. Magas kockázat esetén pedig az alkalmazáson keresztül időpontot is kaphatunk egy hepatológiai szakrendelésre. Afrikai eredetű az a forróság, ami a héten tapasztalható. A nagy meleg miatt már harmadfokú hőségriasztás van érvényben az ország egész területén. Rágó, meg citrom. Áron jeges hűsítőt kapott nagypapájától a 35 fokos nyári melegben. Ez a nő viszont másra esküszik a forróság ellen. Sok vizet iszom, citromos vizet. Az szerintem az a legjobb ilyenkor ebben nagy melegben. Dani egy fejes ugrással csobban a vízbe. Szerinte nincs is jobb praktika, mint a hideg víz. A vízben nagyon lehet kibírni, csak jól be kell kenni magunkat napolajjal, nehogy leégjünk. Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét. A rendkívüli hőség miatt szinte telt ház volt a Paskás strandon ma délelőtt, ahol hangos bemondó figyelmeztette a látogatókat. A magas UV-sugárzás miatt ne tartózkodjanak délelőtt 11 és délután 3 óra között a tűzőnapon. A Magyar Látszerész Szövetség elnöke azt mutatja, 400 nanométerig szűrnie kell a napszemüvegeknek az UV-sugarakat. Tóbiás Rihárd elmondta, a szürkehályok betegségben szenvedők 5%-ánál a nem megfelelő védelem miatt alakult ki a probléma. Aki nem hordta a napszemüveget, nem vigyázott a szeme épségére, és ebből adódó szürkehályok műtétre került. A másik oldalon pedig ugye a víz melletti életben nagyon fontos, hogy a vízen reflektálódik az UV, és a víz fölött hatványozottan akár dupla akkora sugárzásnak is ki lehetünk téve. 3 napon keresztül eléri a 27 fokot az átlag hőmérséklet. Az egész ország területe piros színű ezen a képen. Péntekig hőségriadót adtak ki az afrikai eredetű légtömeg miatt, ami elérte a Kárpát-medencét. Ezért sok helyen 40 fokot is eléri majd a hőmérséklet. A meteogyógyász szerint ez rendkívüli módon megviseli a szervezetünket. A fő problémát az okozza, hogy folyamatos lesz ez a terhelés. Tehát maga ez a hőhullám sok napon keresztül tart, ugye hétvégéig mindenképpen kitart, és nincs pihenésre lehetőség a szervezetünkben. És ennek a következménye az, hogy kifáradunk, egyre rosszabbul alszunk. A bőrünk sincs biztonságban ilyenkor. A leégés mellett a legtöbb páciens melanóma gyanúval érkezik Vikonká professzorhoz. Mik a gyanú jelei? Nagyon egyszerű, a szimmetriának a hiánya a legfontosabb. Tehát ha megnézzük ezt a képetet, akkor azt tapasztalom, hogy bizony ennek az alsó része meglehetősen hiányzik, itt felül meg sötétebben pigmentált. A bőrgyógyász arra figyelmeztet, ha olyan képletet találunk a bőrünkön, ami változott a korábbi alakjához képest, akkor mindenképpen keressünk fel szakembert. Zsúfolt Balaton partvár azokra, akik a víz mellé menekülnek a 40 fokos forróság elől. Mégis nekik a jobb, mert ők hűsölni mennek. Ilyen kánikulában dolgozni ugyanis még a Balaton partján sem könnyű. Ebben a funyodi konyhában délelőtt még nem is volt igazi nagy üzem, de már ekkor olyan meleg volt, hogy nem lehetett megmérni a hőmérsékletet, ugyanis a hőmérő 40 foknál kiakadt. Kiakad a hőmérő, úgyhogy pontosan nem tudom megmondani, mert 40 fokig mér, és ott ki szokott akadni. Amikor minden sütőnk, minden fritőzünk megy, a halas sütőnk például 25 literes olaj van benn, és hogyha az be van gyújtva, és folyamatosan halat kérnek, tehát az nagyon tud fütteni. A Balaton parton a vízhez közel vastag ruhába öltözve nyírták ma a füvet a Balatonfenyvesi önkormányzat munkatársai. Itt ilyenkor korábban kezdenek és korán végeznek, és senki nem szól, ha elfáradnak és leülnek az árnyékba megpihenni. Ha van hőségriadó, ha nem, akkor a közmunkásaink nyilván megkapják a szükséges védőitalt, sőt ilyenkor úgy szoktunk rendelkezni, hogy maximum délig dolgoznak. Tehát figyelembe vesszük azt, hogy borzasztó melegek vannak. A strandon már sokkal elviselhetőbb a helyzet. Aki szerencsés, az a hőségriasztás idejét a vízparton, sőt bent a vízben vészelheti át. Az ország keleti részén is a vízhez menekül, aki csak tud. A Berekben, Tivadarnál, a Tiszában is sokan kerestek egy kis felüdülést. A kisgyerekesek azt mondják, hogy a legkönnyebben itt lehet elviselni a kicsikkel a kánikulát. Azt hittem, hogy rosszabbul fogják, de nem. Meglepő módon jól bírják. Menjünk be a vízbe. A vízbe a legjobbot lehet a legjobban bírni, ugye?
Menjünk akkor, jó? Menjünk. Na, integess a bácsinak egyet. Közben a vízimentők is óvatosságra intenek. Azt kérik, hogy az alapvető szabályokat mindenki tartsa be fürdőzéskor, felhevült testtel, teli gyomorral, sörözés után ne menjenek hirtelen a vízbe, és ismeretlen helyen ne ugráljanak fejeseket, mert ezek megszegése könnyen tragédiához vezethet. Ez volt a Híradó 6-kor, most pedig jön a Start Krug Emiliával és Kárász Róberttel. Jó reggelt, szia Robi, kik jönnek hozzátok ma reggel? Jó reggelt, rengetegen jönnek hozzánk, Anna, politikusok, sportolók, Szilágyi Liliana, hadd ne soroljam, ami viszont ennél nem fontosabb, de azért inkább azt mondom, hogy cuki faktor a mai reggelen. Tudod-e, hogy ez mi? Az a baj, hogy egy nagyon kicsi monitor, és nem látom. Úgyhogy mondd el, Robi. Van a kezemben egy rágógumi, igen, meg egy fütyülős nyalóka, tehát ez olyan, hogy eddig nagyon jó. A végén sípol, vagy ez sípolos nyalóka pontosabban, és nagyon sokan tudják itt a stúdióban, hogy ugye voltam Horvátországban nyaralni, és mindenkire gondoltam, így rád is. És hoztál nekem egy fütyülős nyalókát? És sípolos nyalókát, vagy egy rágógumit, igen. Nagyon szépen, köszönöm. Ezt majd ott hagyom abban az öltözőben, ahol mindannyian szoktunk költözni. Nagyon jó? Szépen, köszönöm, Robi. És egyébként mi lesz a Startban? Azt elmondjuk majd Emiliával két perc múlva. Jó, nagyon szépen köszönöm. Most tehát jön a Start, úgyhogy maradjanak velünk, érdemes. Én pedig Híradóval legközelebb 7-kor várom önöket. Legyen szép a reggeli, viszontlátásra.